Jó napot kívánok! Folytatjuk a holland gyarmatosítást történetével, Tajvan történetét. Ez az időszak, a holland gyarmati időszak 1624-től 1662-ig tartott. Azért is fontos ez az időszak, mert ez volt az első alkalom Tajvan történetében, hogy valamiféle államszervezet, adminisztráció működött a szigeten. Ugye ős lakosok korában is voltak, akik ilyen törzsi, családi, nemzetségi szerveződésekben éltek, illetve kínaiak időnként kiszámban paltra szálltak Tajvan szigeténél, hogyha a halászokat arra sodort a szél vagy a monszum, de állandó adminisztráció, adószedés, kormányzat, igazgatás, állam nem működött a szigeten egész eddig. Ezt a hollandok hozták létre. Na most, amikor a holland gyarmatosítástól beszélünk, akkor ugye leegyszerűsítve azt szoktuk mondani, hogy és 1624-ben a hollandok gyarmatosították Tajvant, 1662-ben elmentek Tajvanról, de itt tudni kell, hogy nem egész Tajvanról van szó, nem egész Tajvan volt holland gyarmat, hanem csak a, a Kínához közel eső, tehát nyugati területek alföldes részei, de azoknak is inkább a déli része, a déli nyúlvány, meg itt ugye a keleti oldalon is vannak megművelhető területek, sikab területek, jóval kisebb mennyiségben, mint nyugaton. Ide is elnyúlt a holland adminisztráció, de alapvetően a nyugati síkság volt az, ahova a holland igazgatás kiterjedt. Tehát nem az egész szigetre, sőt, a szigetnek a nagy része az nem át holland igazgatás alatt. Ez a térkép még bejön, de a spanyolokat róluk majd lesz szó az ő jelenlétük nem igazi gyarmat volt, illetve itt még egy ilyen kisebb törzsi királyságot is jelöl ez a térkép, de ez nem fontos, ezt most hagyjuk. Amikor a hollandok megkapták Tajvan, vagy pontosabban amikor a hollandok partra szálltak Tajvan szigetén, akkor nem nagyon tudtak róla semmit. Ez a térkép is jelzi, ez hogy egy évvel a holland megjelenés után készült, 1625-ben egy korabeli uh, holland uh, térkép. Hát itt a a, a nyugati parkvidéket ismerték valamennyire, itt egy picit ilyen tagoltabbra van beállítva az egész. De látszik, hogy mondjuk a túloldalról szinte semmit nem tudnak, a szigetnek a, a formáját sem igazán találják el. Így fekszik ez a térkép, ez ne tévessze meg önöket, ekkor még nem volt standard az éjszakra tájú térkép. Tehát itt, ami itt éjszakra esik, az valójában ö, keletre van de látszik az információ hiány. Ugye a hollandoknak nem az volt a céljuk annak idején, hogy ők Tajvant elfoglalják, hanem az volt a céljuk, hogy Kínához közelebb, esetleg Dél-Kínában valami állandó kereskedelmi telepet, bázist hozhassanak létre. Ugye Tajvan az igazából a B-terv vagy a C-terv volt, nem is nagyon készültek erre. De hát aztán hamar kiismerték, ez a térkép, ez már 15 évvel később készült, 1640-ben. Itt már Uh, ugye látható, hogy a nyugati partot, amit ugye lefelé esik, megész jól ismerik, szép tagot, látszik, hogy észrevették, hogy a, ahol ők vannak, az lapos, a keleten meg hegyek vannak, a folyók is be vannak jelölve, és itt ugye a központjuk az itt Zélandia környékén van, arról majd mindjárt lesz szó. Jellemző egyébként, hogy ebben az időszakban egész Ázsiát nem igazán ismerték még a hollandok, pontosabban Kelet-Ázsiát, hiszen Dél-Kelet-Ázsiában még jelen voltak. Ez egy 1627-es, tehát nagyjából zajvan gyarmatosításával egyidejű térkép, itt például a Kóreát még szigetként ábrázolják, meg hát a japán szigetek is elég furcsán állnak. Aztán a néhány évtized múlva természetesen hiszen ez gazdasági, katonai érdekük volt, remek, pontos térképeket rajzoltak már a régióról. A hollandoknak a központját úgy hívták, hogy Zélandia, Ford Zélandia vagy Castel Zélandia, tehát Zélandia erődje, ez az első kormányzó hajójáról kapta a nevét, a hajó meg ugye egy holland tartományról. 1624-ben kezdték el építeni, és 1634-re Készült el a végleges formája, hogy először nyilván ilyen döngört földből, meg palánkból, meg amit éppen ott hirtelen találtak, abból készült. 1634-re már égetett téglából, kőből megerősített erődé vált, itt lakott a kormányzó volt benne, templom, börtön, raktárak, katonáknak szállás egyebek, tehát ez egy védhető erőd volt, ami ráadásul egy kis szigeten feküdt, ezen a térképen talán jól látszik. Eredetileg egy sziget, egy kis szigeteske volt a nagy sziget, Tajvan sziget partjaitól egy 100 néhány méterre. Ugye azért volt ideális, mert innen könnyen eljuthattak a szigetre, viszont meglepetésszerű támadást az őslakosok nem tudtak a hollandok ellen indítani. Amikor már jobban kiismerték magukat, és jobban biztonságban érezték magukat, akik egy kis földnyelvvel összekötötték a szigettel, Zélandiát, tehát részévé vált tulajdonképpen a szárazföldnek, az öbölben a sziget, meg a földnyelv, meg a szárazföld között pedig ugye remek kikötő volt. Itt a szigeten állt maga az erőd, zélandi erődje, azt láthatjuk itt, de hát ugye a lényeg az nem is föltetlen az erőd volt, hanem hogy itt mellette jött létre, a kínai meg holland kereskedőknek a házai, telepei. Innen intézték ugye a biznést. Ez még egy viszonylag korai e, ábrázolás 1635-ből, itt még csak az erőd van meg, de nem sokára mellé épül a város is. És ebből a telepből nő majd ki a mai tájnán városa. Ez a város különböző neveken egészen a 19. század végéig a tajvani közigazgatásnak a központja volt. Tehát Taipei az viszonylag új domináns a szigeten, Taipei az 1880-as években lett először tartományi főváros, aztán később a japán közigazgatásnak a fővárosa. Forc Jelendiának a romjai most is megvannak, ámping uh, Amping néven, tehát Amping régi erődje néven, egyfajta múzeumként működnek Tájnán városába. Tájnán ugye még most is taj uh, Tajvannak egy fontos városa, hogyha valakit érdekel a történet, akit megnézheti. Uh, ilyen romok maradtak belőle. Ez itt az erőd falain kívül Cheng Cheng Kungnak, vagy Coxingának, annak a kalózvezérnek, a szobra, aki meghódította Zélandiát a hollandoktól 1662-ben, róla majd még később bőven lesz szó. Ez egy mai e, Tájnán e, térkép. Érdekesek, ugye itt van az Lamping tehát Ford Zélandia, és ez ugye eredetileg a parttól egy 100 néhány méterre fekvő kis szigeten feküdt, most viszont már a tengerpart az itt húzódik, tehát bekerült a szárazföldi területekre, itt éjszakra tőle parkok e, találhatók. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt a természet, másrészt pedig az emberek is folyamatosan töltik fel Tajvannak a partjait, és ami egykor a parton volt, sőt a parton kívül volt, az most már bekerült a szárazföldnek, hanem is a belsejébe, de pár száz méterre a tengerparttól. Ez egy általános folyamat Tajvanon, hogy ugye a hegyekből folyók folyamatosan hordják le a hordalékot, és növelik Tajvannak a területét. Bár itt Tajnan városán nyilván emberek által itt mesterséges feltöltésre volt inkább szó. Ez pedig egy másik erőd, ezt csak azért hozom ide, mert itt működik a holland gyarmatosítás emlékmúzeuma, Fort provinciának hívják. Ez is a mai Tájnán városában épült. Ugye az elmondható, hogy a, a hollandok nem érezték magukat teljes biztonságban Tájbanon, tehát e, néhány kilométerenként egy kisebb erődöket, őrállomásokat e, építettek, ahonnan szemmel tudták tartani a lakosokat, ez pedig belülről ez az erőd, ide mindent összehortak, ami valamilyen módon kötődik a holland korszakhoz. A gyarmatnak természetesen Zélandia volt a központja, és az első szándéka a hollandoknak az volt, hogy hát ez egy kereskedelmi bázis legyen. Elsősorban Japán, másodszorban Kína felé, de a hollandoknak alapvetően a japánokkal voltak egy ideig eleven kapcsolatok, csak aztán ugye onnan is ott is korlátozták a tevékenységüket. A kínai kereskedelem az meg végig hol korlátozott volt, hol e, működött. Ugye Kína akkor éppen szétesőfélben volt, tehát e, nem volt stabil a kínai kereskedelem, ezért is voltak fókuszban a japánok. Viszont hamar rájöttek a hollandok, hogy igazán nyereségesen akkor tudják tenni a gyarmatukat, hogyha nem csak kereskedelmi telepként funkcionál, hanem Klasszikus gyarmatot alapítanak ki, tehát ott területeket hódítanak, oda földműveseket telepítenek, akiket megadóztatnak, és akkor a gyarmat önfenntartóvá is válik, tehát nem csak ilyen kereskedelmi átrakodó állomásként vagy találkozópontként, hanem adótermelő, jövedelemtermelő területként is működhet. Ezért aztán hogy a hollandok jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a mezőgazdaságban is, például ők hoztak ökröket, lovakat, bivajokat először a szigetre, elterjesztették a különböző amerikai haszonnövényeket, káposztát, paradicsomot, paprikát, babot, egyebeket, amelyek jól érezték magukat Tajvanon. Kutakat ástak, amikorában korábban nem voltak, hogy a tejre növekvő számú, embert el tudják látni ivóvízzel. A fő termény az hamarosan a cukornád lett. A hollandok ugyanis rájöttek, hogy a, a régióban másra is megtermő cukornád remekül érzi magát Tajvanon, tehát a tajvani talaj és klíma az kedvező a cukornád termesztésnek, és ugye a világon a cukor bárhol eladható. Úgyhogy a letelepített őslakosokat és a letelepített kínaiakat is arra igyekeztek rávenni, hogy cukornádat termeljenek a lehető legnagyobb mennyiségben. Ebből voltak is konfliktusok, mert például a kínaiak azok inkább rist szerettek volna termelni. Így néz ki a cukornád egy korabeli holland ábrázoláson Tajvanon. Ugye kétféle népességgel kellett a a hollandoknak valamit kezdenie, az egyik az őslakosok, benszülöttek voltak, akik nyilván nem örültek különösebben, hogy ott ilyen idegen, páncélos, puskás emberek megjelentek. Ráadásul ugye ezek az idegen, páncélos, puskás emberek megpróbálták őket leszoktatni az addig életmódjukról, és rászoktatni őket a földművelésre. Hát ez volt, akivel volt, akinél sikerült, volt, akinél nem. Végig fennállt az őslakos fenyegetés a hollandok számára, tehát ahogy említettem, ezt úgy próbálták megoldani, hogy több mint két tucat ilyen helyőrséget, erődöt építettek az általuk megszállt területeken, mindegyikben annyi katon állomást amennyi a, mivel ugye nagyon jó fel voltak szerelve, ezért nem kellett ebből túl sok, amely elég volt ahhoz, hogy a környéket szembe tartsa, és balhi esetén beavatkozhasson. Ugye nem csak erőszakkal próbálták a, az őslakosokat megfegyelmezni, hanem a hittérítés módszerét is bevetették. 1627-től már holland református térítők érkeztek a szigetre, nem is kevesen, az első kontingensben 30 térítő érkezett, akiknek a híres Georg Candidius volt a vezetőjük, és ők hát ott a holland területen a következő évtizedekben nem kevés a feljegyzések szerint 6-7 ezer őslakost megtérítettek, tehát 6-7 ezer őslakost lett megkeresztelve. Ennek a térítésnek később nyoma alig maradt, tehát nem maradtak keresztények ezek az őslakosok, de a kulturális hatás az jelentős, mert a, ezek ugye protestánsok voltak, ahol a, a Krisztusi tanításoknak az anyanyelven való átadása egy fontos szempont, ezért ezek a protestáns hittérítők leírták az őslakosok nyelvét, latin betűkkel egyébként, de akikkel találkoztak, azoknak a nyelvét leírták, könyveket adtak ki ezeken a nyelveken, és iskolákat hoztak létre az őslakosoknak, ahol megtanították, nyilván nem az összes őslakosnak, az elitjüket írni, olvasni. Ennek később hatása így megmutatkozok. Egyrészt például az, hogy tudjuk, hogy nagyjából legalábbis itt dél, dél Tajvanon hogyan beszéltek, milyen nyelvet beszéltek az őslakosok. Itt egy szinkán sziraja nyelvű és holland nyelvű, tehát két, de két nyelvű bibliát láthatunk. Ez pedig egy szerződés, egy több mint száz évvel a hollandok eltávozása után. Ez azért érdekes, nem ez az egyetlen példány, a, ebből a műfajból, hogy a, miután a hollandok elmentek, a benszülöttek utána még több mint száz e, évig az egymás közötti szerződéseket latinbetűvel írták le. Sőt, még a 19. században is találtak a, a hittérítők olyan őslakost, aki tudott latinbetűkkel írni. E, ez itt egyébként egy kétnyelvű, tehát kínai és szinkán nyelvű egy szerződés, itt ugye a jobb oldalon van a kínai szöveg, fentről lefele, bal oldalon pedig a latinbetűs szinkányelvű szöveg, ez innen kezdődik, csak ugye el kéne fordítani a papírt, hogy e, olvasni tudjuk. És ami még fontos az őslakosokkal kapcsolatban, hogy nyilván akit lehetett, azt e, rávettek a földművelésre, de ezek az őslakosok voltak kevesebben. A többi leigázott őslakossal azt csinálták, hogy az adójukat szarvas húsban és szarvas bőrben kellett befizetni. A csúcspont az évi 150 ezer szarvas különböző alkatrészeinek a beszolgáltatása volt. Ez a japán kereskedelemben volt fontos, mert, mint ugye az előző órán említettem, a japánok a szamuráj páncélokat, harcosok páncéleit hagyományosan szarvas bőrből készítették. A szarvasok viszont Japánban elfogytak, tehát innen importálták őket, a hollandok meg különböző japán termékeket vettek tőlük. Szarvas húst pedig hát szárítva Kínában lehetett eladni a szarvasnak a mindenféle egyéb részeivel együtt ami a hagyományos kínai gyógyászat használt fel előszeretettel. Ez itt egy úgynevezett Landág, ilyen nagygyűlés, ahol a középen ülő eh, holland kormányzó vendégül látja a őslakos törseknek a törzsfőnökeit, egy nagy lakomán. Rendszeresen rendeztek ilyeneket. Ilyenkor ugye a holland kormányzó egyrészt bemutatta a hollandoknak az erejét, gazdagságát, az ilyen nagy zabálásban a, a törzsfőknek sem nagyon volt részük a, a meglehetősen alacsony színvonalon élő őslakosok körében. Másrészt pedig megmutatta a hollandoknak az erejét, hiszen ilyenkor ugye azért felvonult a komplet helyőrség, és láthatták az őslakosok, hogy nem akárkik ezek a hollandok. Jó, velük jobban lenni. A másik csoport Akivel a hollandoknak kezdeni kellett valamit, ezek pedig természetesen a kínaiak voltak. Ugye jelentős kínai népesség, sőt állandó kínai népesség, a hollandok megjelenésekor még nem volt a szigeten, viszont ugye a hollandok eleve a kínaiakkal tárgyalták le a szigetnek a gyarmatosítását, és így a, a kínaiak is e, tudomást szereztek arról, hogy itt létrejött. Valamiféle államalakulat, valamiféle kormányzat a futjéni partoktól nem messze. És hát felmerült a, a, az igény arra, hogy hát akkor oda lehet települni. Ugye a szándék mind a két oldalról meg volt. Egyrészt a hollandok örültek a kínai betelepülőknek, mert hát azok tudtak földet művelni, ismerték a földművelésnek, a technológiáját, tudták, hogy hogy kell feltörni egy földet, tudták, hogy hogy kell vetni, aratni egyebek, és azt is tudták, hogy nincsen abban semmi meglepő, hogyha valaki adót szed tőlük, ugye Kínai a Kínába hozzászoktak ahhoz, hogy időként jön az állami adószedés, és elveszi a terményüknek egy részét. Szóval a hollandok támogattak a bevándorlást, a másik oldalról, meg ugye 1620-as, 30-as, 40-es években vagyunk, amikor a Ming dinasztia éppen szétesik, Belharcok vannak, felkelések vannak, éhénységek vannak. Ugye az éhinségek futjánt különösen durván érintik, hiszen ott nagyon kevés a föld és viszonylag sok az ember, úgyhogy a éhező népesség is hajlamos arra, hogy elmenjen onnan, és új életet kezdjen valahol máshol. És hát azzal, hogy Tajvan tulajdonképpen civilizáltá vált, hiszen a hollandok ott a közrendet is fenntartották, tartották és védték a földműveseket a fejvadász őslakosoktól. Ezzel Tajvan is megnyílt a kínai betülök előtt. Ugye pontos adatokat csak ilyen szorványosan tudunk, például tudjuk, hogy 1630-ban a Cheng Jilong nevű kalózvezér, akiről később majd még bőven lesz szó, ő a futjáni kormányzóval, illetve a hollandokkal megegyezett abban, hogy 30 ezer főt átszállít Tajvanra, futjáról. Ez a 30 ezer fő, ez a korabeli Tajvan, ez rengeteg volt. Ez az összes őslakosnak a, a, létszáma beslések szerint nem érte el a 100 ezer főt sem. Persze a kínaiakkal is voltak gondok, a 1652-es Kuhuai vagy Kuhuai lázadás említhető meg itten. A, nyilván hollandok, mint általában a gyaratosítók, ugye túladóztatták a letelepülteket, ami a kínaiaknak nem tetszett, úgyhogy 1652-ben sok kínai föllázat ellenük, de ezt a lázadást a hollandok vérbe folytották. A holland feljegyzések szerint hogy 4 és 6 ezer közé tehető a halálos áldozatoknak a száma. Itt persze az a gyanú is fölmerül, hogy nem egy spontán haragból eredő felkelés volt a hóvái vagy kóhái felkelés, hanem a csengek állhattak a háttérben, azok a talózók, akik azt elmondták később, meg is hódítják Tajvant a hollandoktól, és akiket a, a gyarmatnak a kínai lakossága erőteljesen támogatott. Ezután a felkelés után egyébként néhány évig korlátozták, tiltották a hollandok a kínai betelepülést, de aztán 1657-től újra engedélyezték. Érdemes itt megemlíteni, hogy miközben a hollandok dél-Tajvanon egy gyarmatot működtettek, az egyik fő riválisuk a spanyol e, birodalom is bepróbálkozott e, Tajvanon gyarmatot kialakítani. E, a kelet-ázsiai e, spanyol gyarmatbirodalomnak a központja Manila volt a Fülöp-szigeteken. E, egész Fülöp-szigetek ugye e, spanyol gyarmat volt, és hát ehhez egészen közel esik Tajvan. Ráadásul ugye a Kínába, meg Japánba vívő kereskedelmi útvonalak a Fülöp-szigetekről elhaladnak Tajvan mellett. De logikus volt, hogy megpróbáljanak, megpróbálják itt is megvetni a lábukat. Már 1593-ban tudunk arról, hogy néhány spanyol hajó Tajvanra indult, hogy fölmérje az ottani helyzetet, de ezeket egy tájfun megsemmisítette. 1626-ban azonban, tehát két évvel a hollandok után, és nyilván nem függetlenül a hollandok megtelepedésétől, a spanyolok is megtelepedtek e, Tajvanon, méghozzá ők Észak-Tajvanon, Csillung városánál, vagy Cilung városánál, ahol e, létrehozták, felépítették San Salvador erődjét. E, nyilván itt az játszott a szerepelt a spanyolok döntésében, hogy féltékenyek voltak a hollandokra, és nem akarták, hogy a hollandok az egész szigetet uralják, úgyhogy gyorsan építettek egy ellen erődöt a szigetnek a túl oldalán. Majd egy másik erődöt is 1629-ben, egy picit délebre, a Tánszói folyó völgyében. Ez Santo Domingo nevet viselt, de a két spanyol erőt az ilyen szigetszerűen emelkedett ki a Tajvani dzsungelből, tehát nem hoztak létre területi közigazgatást, nem telepítettek ide földműveseket, nem hoztak létre gyarmati adminisztrációt. Igazából ezek ilyen, ilyen kereskedelmi hídfőállásként vagy átszállóhelyként működtek, tehát az erre járó spanyol hajók egy Círumnál, Szán Salvadornál felvehették az élelmiszer utánpótlás, meg az ivóvizet, amire szükségük volt, de igazából az erőt falain kívül nem nagyon merészkedtek a, a spanyolok. A Santo Domingo erődöt már bejebb a szárazföldön, már azzal a szándékkal hozták létre, hogy innen majd uralni fogják a környező területeket, de ez nem igazán sikerült. Igazából kilenc év után ezt az utóbbi erődöt el is hagyták a, a spanyolok. Az erődökből egyébként katolikus térítőket küldtek az őslakosok közé, akik de a saját jelentéség szerint legalábbis viszonylag sikeresek voltak, 4000 keresztelést hajtottak végre ebből a, ebben az időszakban, de ennek a keresztény közösségnek sem maradt később nyoma. Most a hollandok természetesen féltékenyen figyelték a spanyoloknak az északi térnyerését, Ugye hát ebben az időszakban ők voltak a nagy riválisok az egész világon, a hollandok meg a spanyolok. Úgyhogy 1642-ben egy ö, ö, lázadásnak a felbújtásával a spanyolokat vádolták meg, és azzal az ürügyjel, hogy a spanyolok bújtogatják a saját alattvalóikat a, a hollandok elleni föllázadásra, ezzel megtámadták a spanyolokat. 1642-re el is jutottak egyrészt egy szárazföldi hadjárattal végig a szigeten, másrészt pedig az őket a tengeren kísérő hajóhaddal San Salvador erődjéhez, amit a, a, spanyolok miután nem kaptak erősítést, egy idő után föladtak, és ezzel ugye, 16 évnyi jelenlét után a spanyolok elhagyták a szigetet. Igazából az ő befolyásuk sose volt jelentős a szigeten, ez itt Santo Domingo erődje, amit a, a, hollandok újra építettek Fort Antonio néven. Ez a mai New Taipei City-ben, tehát a belső taipei övező körgyűrűben található múzeum. A holland gyarmatosításnak viszonylag kevés tárgyi emléke van, ami van, azt ezekben a, a a holland erődökben működő múzeumokban gyűjtötték össze. Csak néhány példát hozok. Ez egy nagyon érdekes tárgy, Tajvanon találták, több ilyen hasonló is van. Ez ugye egy porcelántányér. A porcelánt Európában még nem gyártottak, mindent Kínából importáltak. Viszont az is látszik rajta, hogy nem kínai, mert ilyen formájú tányért a kínaiak nem gyártanak és a mintázata se kínai. Itt ugye a tányér közepén egy, egy tipikus hollandiai vagy észak-európai városka képe látható, elég rosszul megrajzolva. Tehát itt valami olyasmiről lehetett szó, hogy a hollandok leadták a kínai porcelán műveseknek, porcelán készítőknek a rendelést, hogy ők szeretnének ilyen európai típusú tányérokat, európai típusú mintákkal, és akkor a, a küldhettek nekik valami mintát, amit jó-rosszul a, a kínai mesterek lemásoltak, itt ebben az esetben inkább rosszul, és akkor ezt szállították Európába. Ez szóval azért fontos, mert nem úgy kell elképzelni a kínai-európai kereskedelmet ebben az időszakban már, hogy jöttek az európai kereskedők, és akkor felvásárolták a kínai porcelánokat, meg sejmeket, meg teákat, meg egyebeket ez a legprimitív webformája lett volna a kereskedelmek, de ugye Európai például nem ettek olyan porcelántányérokból, olyan porcelántcsészékből, amiket a kínaiak használtak, nem más formájú elvőeszközeik voltak, hanem amint egy elevenebb, élénkebb, interaktívabb kapcsolat alakult ki a kínaiakkal, már megrendelték, hogy milyen tárgyakat szeretnének, a kínaiak pedig nagyon rugalmasan tudtak alkalmazkodni a megrendelésekhez. Ez is itt egy, egy európai típusú porcelán tányér, az az érdekes, hogy ilyen tajvani pöttyösszarvasok láthatóak, nem túlságosan jó minőségben megrajzolva a, 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 tányéron. Itt az képzelhető el, hogy valami Tajvanon szolgálatot teljesített holland tiszt rendelhetett emlékben magának egy étkészletet a tajvani tájakat ábrázoló étkészletet Kínából. Itt is ugye ilyen, ilyen, őzmintákat nem szoktak a kínai mesterek festeni, tehát látszik, hogy nagyon rosszul csúnyáskán rajzolták le. Ez pedig már egy egész szép darab. Itt egyetlen arról volt szó, hogy egy holland nemesi család, már az egész étkészletét Kínából rendelte meg. Tehát itt nem is egy Tajvanon szolgáló tiszt, hanem egy hollandiai, tudjuk, hogy ez nemesi családnak a címere, egy hollandiai nemesi család Kínából hozatott magának egy komplet étkészletet. A család címerével nyilván elküldték nekik, hogy egész pontosan mit szeretnének, színkóddal, legyebekkel, és aztán a kínek szépen legyártották, aztán valahogy a történelem viharai során ez a tányér ez ott maradt. A holland gyarmatosítás 1662-ig tartott, a végülről majd lesz bőven szó, ez itten az utolsó holland kormányzó, Frederik Koyet, ő volt az, aki aztán átadta Coxingának, Csengcsenkungnak, Ford Zélandia városát, ugye neki is szobrot állítottak legalábbis ezen a múzeumon belül. Köszönöm szépen a figyelmet!